Jazz Panoráma. Rádió Dix 100.3. Üdvözlöm Önöket, Harper László vagyok, és ez a Jazz Panoráma, melynek első részében ma kiváló zongoristával, a Mini Együttes oszlopos tagjával, Németh Károllyal hallatnak beszélgetést. Most elsőként a Mini Dzsungel című lemezéről az Aréna című kompozícióját játszom le Önöknek. A felvételen természetesen Németh Károly játszik billentyűs hangszereken, Kunu László basszusgitározik, és Lakatos László dobol. Thank you.
kiváló zongoristával, Németh Károllyal beszélgetek. Ugye a testvéred Németh János már volt itt a Jazz Panorámában vendégünk. Ugye ti testvérpárként kiemelkedő muzsikusai vagytok a magyar zenei életnek. Picit más irányban, de mégis hasonló módon muzsikáltok. Mind a ketten ugye improvizatív zenében vagytok igazán otthon. Te egy picit a rokosabb oldalról közelíted, ugye a mini együttesnek vagy már nagyon-nagyon sok éve oszlopos tagja, míg Németh Jancsi talán inkább egy picit a jazzistákkal játszott többet, de hát együtt is muzsikáltok, még most lesz is olyan felvétel, ahol együtt játszotok. Arról szeretnélek először kérdezni, hiszen tudom, hogy fantasztikus cimbalmos volt édesapátok, tehát ez egy nagyon komoly ugye, zenész familia, tehát ez nem olyan nagy csoda, hogy ti zenészek lettetek. De ha arról mesélnél egy picit, hogy te miért pont a billentyűs hangszereket választottad, és hogy aztán hogyan alakult az, hogy te ebben az irányban, ebben a fúziós zene irányban érezted magad aztán igazán jól? Tulajdonképpen én cimbalmot kezdtem el tanulni, mivel ugye az édesapám cimbalmozott, és ez irányban tereltek engem otthon, és először a nagypapám kezdett el engem tanítani, és hát édesapám sokat járt külföldre, ugye nem volt itthon, és mikor hazajött, akkor ugye megmutattam neki, hogy én mit tanultam a nagypapától. És akkor hallgatta, és akkor egyszerű volt neki a reagálás, azt mondta, ez nem jó most. Nemes egyszerűséggel ennyit mondott, hogy ez nem jó. Igen, ez így nem jó. És akkor hát ő is, hát ugye nagyon keveset, nagyon sokat járt külföldre az édesapám, és hát nem sokat tudott velem foglalkozni. Aztán ugye hát a Jancsi, a testvérem által, ugye állandóan hallgattam, amit ő hallgatott, a jazzt, a Coltrane-t, Miles Davis-t, a Wayne Shorter-t, és stb., akik akkor voltak, ugye, Eric Dolphy, Johnny Griffin, és hát ott mind kiváló zongoristák voltak, és hát én nekem a McCoy Tyner nagyon megtetszett. És akkor azt mondtam, hogy hát jó a cimbalom, de hát én nekem igazából nem tetszik. És akkor elkezdtem zongorát tanulni. Hát először szolfést, ugye, ott a Salgó rabinak volt a felesége, a Salgón, és ott nála kezdtem el szolfést tanulni. Mert hát a édesapám nagyon jóba volt velük, és ez volt az első lépés afelé, hogy egyáltalán én zongorát tanulhassak. És aztán így a jazzes dolgokra csak úgy magadtól, vagy arra is volt azért, akitől tudtál tanulni? Hát magában az, hogy jazz, én senkitől nem tanultam. Szóval az volt, hogy én elkezdtem ugye klasszikus tanulni, hát ahogy szokás a zongoránál, nekem volt egy nagyon jó tanárom, a Váci Károly, aki Doknányi növendék volt, és nála tanultam nagyon sokáig, és akkor ugye mellette én, hát ugye hallottam a bátyáméktól, meg stb., mert nagyon nagy társaság volt ott nálunk, ugye feljártak oda az Ablakos Dezsőjék, a Szakcsijék, hát ez egy nagy kör volt akkor. A Csibe Jenő, a Csigusti, Vukán, amikor már Jancsi játszott a Pegével, és akkor nekem nagyon tetszett. És akkor ugye hát beiratkoztam én a OSK-ba egyidejűleg avval, hogy klasszikus tanultam, és akkor ott elkezdtem ilyen standardeket, meg stb. Ezeket tanulni. És akkor ott a Kertész Kornélnál tanultam, de mellette én ugye jártam még a Váci Károlyhoz, és ott azért úgy kialakult az OSK-ba egy ilyen jó kis társaság, és akkor ott a Stark Tibi csinált egy big bandet. És akkor oda engem elhívott a Tibi. És akkor ott egyet, 4 évet én ott eltöltöttem, amit óriási lehetőség volt, és ott nagyon-nagyon sokat tanultam a Tibitől. Igen, egy legendás zenész volt, legendás zenekarvezető volt, tehát tőle biztos, hogy nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni. Ő akkor már egy nagyon nagy nevű muzsikus volt.
Igen, igen, és akkor én stabilan játszottam vele, akkor a Big Bandből összejöttünk, egy quintetet csináltunk, és akkor ott már ugye, hát hallgattuk, ugye a kintvel édesapám hozta a kinti lemezeket, szallagokat, és akkor hát ugye addig csak olyanokat, ugye, amit a bátyámik hallgattak, és akkor hát ugye bejöttek ezek a fúziós zenék, Mahavishnu, a Fedel Report, akkor a Hancock már akkor csinálta a lemezeket, és nekem az nagyon-nagyon megtetszett. És akkor ez irányba játszottunk mi, hát amit tudtunk, hát ők kvintettet, hát akkor már ilyen fúziós zeneszerűséget, tehát nem az a hagyományos jazz, hanem a ritmus az már nem az a swinges, az a izé, hanem egy kicsit az a rokkosabb oldala volt a dolognak. És akkor én itt közben én vendéglátoztam, 17 éves koromban én bekerültem a sportszállóba, és akkor ott egy évet töltöttem. Ó, az nagy iskola lehetett ilyen fiatalon, ez nagyon klassz lett. Igen. És akkor utána, ugye, hát a Big Band-del nagyon sokat próbáltunk, meg ugye a mi kis quintettünkkel is, és akkor tulajdonképpen ez egy olyan 3 évet ölel magába, 3-4 évet. Ugye úgy felléptünk a Big Band-del is, készültünk ezekre a fellépésekre, volt nagyon szép sikerek voltak, az Erkel Színházban is játszottunk, úgyhogy jó volt. És akkor hát ilyen jam session-ünk voltak, és akkor a Derkovics teremben játszott a Big Band, és utána ugye volt jam session. És akkor én ott játszottam, és akkor tulajdonképpen ott kezdődött nekem az Ádámmal való kapcsolatom. És akkor ott jammeltünk valamit, nem, már fogalmam sincs, hogy miket. És akkor szólt az Ádám, hogy nem lenne kedvem játszani velük a minivel. Ez mikor volt ez? Ugye a 70-es évek közepetája, ugye? Amikor... Ez 74 elején volt. Ez 73 végén volt a Derkovicsba, a decemberben volt ez a fellépés, és én már 74 januárjában elkezdtem velük játszani. És akkor már Fender zongorán játszottál, ugye? Igen. Ami akkor egy nagyon modern dolog volt, ezt tegyük hozzá, hogy a te kezed alatt mindig nagyon jól szólt a Fender zongora, ami egy nagyon klassz dolog, mert akkor az egy egész forradalmi hangszer volt ott a 60-as évek legvégén, 70-es évek elején, ami azt az egész korszakot nagyon meghatározta, tehát a Hancock is akkor ezen játszott meg. Igen, a Korea akkor már ezen játszott. Bizony. A Hancock, hát meg aztán van, hogy a Georgiuk, a Zavinul, ugye a Weather Reportban. Szóval sokan akkor már, én nekem akkor volt, amikor a Béla hazajött 73-ban, azt hiszem Amerikából, a Szakcsi, és ő hozott Fender zongorát haza. Betűzök csak egy érdekességet, hogy az, hogy a Hancock például ezzel játszott, az abszolút Miles Davisnek volt köszönhető, mert egyszer elhívta egy lemezfelvételre, a Hancock, hát nem egyik alkalommal, ugye sok lemez csináltak együtt, és kérdezte a Hancock, hol van a zongora? És mondta a Davis, hogy sehol, azt mondja, mert most Fender zongorán fogsz játszani. Mert akkor egy ilyen nagyon új dolog volt. És akkor annyira megszerette a Hancock, tehát a Davis az egy hihetetlen figura volt. Rögtön megérezte ebbe a hangszerbe ezt a zseniális, annak a korszaknak nagyon jellemző, nagyon jó hangszínét. Igen. Hát én szerintem ő a swing zené, tehát a kimondott swing zenébe is újított, ugye? Igen. Abba is már a moderna felvás utána, meg aztán teljesen egy új irányt mutatott mindenkinek. Most Németh Károly Aszfalt dzsungel című kompozícióját hallhatják a Minő együttes Úton a föld felé című lemezéről. Ezen a felvételen Török Ádám fuvalázik, Németh Károly játszik természetesen billentyűs hangszereken, Kunu László basszusgitározik és Balogh Jenő dobol.
A mai Jazz Panorámában a kiváló zongoristával Németh Károllyal beszélgetek. Aztán a mélybe hogyan kellett bekapcsolódnod, hogy gondolom akkor meg kellett tanulnod az akkori programot, és akkor elkezdtetek együtt koncertezni? Igen. Az először úgy volt, hogy ugye megtanultam, amit ők játszanak. Nem volt sok, hát egy olyan 8 nota körül volt, ez nem volt olyan sok. És akkor egy időben már elkezdtünk saját számokat írni. És akkor én már szóval nagyon nagy részbe kivettem ebbe a részemet, hogy írtam a nótákat. Úgyhogy onnan kezdődött nekem ez a... És akkor a Mininek is megváltozott az arculata, és akkor egy ilyen jazz-rock-szerűség, ilyen fúziós zenét játszottunk. És ugye aztán jöttek még hozzá emberek, mert a 70-es Ki mit tud után, ugye való a Kis Rákfogó együttes torony magasan megnyerte a kategóriáját, akkor átjött Kunu Laci, Pecek Laci Dobolni, ha jól emlékszem. És igen. De hát gondolom, ti azért már így ismertétek egymást előtte is, mert körülbelül azonos zenei körből jöttetek ti. Persze, hát figyelj ide, hát a Füstiek azok nagyon sokat játszottak, úgyhogy együtt játszottunk, tehát voltak közös fellépéseink, és hát mi nagyon jó ismertük egymást. Úgyhogy azt tudtuk, hogy ki milyen kvalitású már akkor, hogy játszik, meg milyen zenei előélete van, úgyhogy ezeket mind ismertük már. És gondolom, te örültél neki, hogy ezek a veled körülbelül egykorú barátok tulajdonképpen bekerültek a zenekarba. Persze. Hát az is egy frissítés volt, tudod? Mert volt, amikor tulajdonképpen teljesen átalakult a Mini, akkor a Németh Lojzi, a Németh Alajos basszusozott, és a Szivacs dobolt. Na most ez egy nagyon jó formáció volt. Ez egy nagyon termékeny is, és nagyon, nagyon éreztük egymás játékát. De mivel a Lojzi is, meg a Szivacs is kivált, és ugye jött a Kunu Laci, meg a Pecek Géza, és akkor ezután már tulajdonképpen ugyanazt játszottuk, csak egy kicsit más formába. Bocsánat, nem a Pecek Laci jött a Szivacs helyére? De, a Pecek Laci. Meg Gézát mondtál az előbb véletlenül, tehát Pecek Laci. Családban marad, mert édes testvérek. Igen. Voltak, egy szegény Géza már nem él, Isten nyugtassa. Két fantasztikus dobos volt ugye egy családon belül, sőt most már ugye az Andris is a fia is nagyszerű dobos. És hát tulajdonképpen te kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta is benne vagy ebbe a zenekarba, ugye? Igen. Aztán ugye egészen 84-ig játszottunk, akkor ugye volt egy, 82-ben volt egy nagyon hosszú szovjet turnénk, egy két és fél hónapos. Hú, az igen. És akkor megszületett a fiam, 82-ben, az első gyermekem, és akkor volt egy olyan dolog, hogy kezdetlen, akkor nagyon sok ilyen tagozódás lett a zenébe. Jött a punk, meg ezek, tudod? Uh-huh. Tehát szóródott a zenei stílusok. És akkor egy kicsit úgy lement a Mininek a népszerűsége, keveset játszottunk, és akkor ugye hát... A család el kellett tartani, úgymond. Na persze. Fel kellett tartani, és akkor én abba hagytam. És akkor én egész mást csináltam, hát teljes, szóval nem is lehet egy napon említeni a kettőt. Úgyhogy én egész más felé mentem el, ilyen üzleti dolgokba, amire nagyon ráfáztam. Hát tudod, ami ez nem ért az ember. Hát az egy más szakma. Persze. Szóval úgyhogy volt nekem cukrászdám, dodgem,
amit el tudsz képzelni, mindennel foglalkoztam, de hát tulajdonképpen ez egy olyan tanulott dolog volt. Hát kipróbáltad magad ebben is. Ha az élet úgy hozza, sajnos a zenész élet az ilyen, hogy amikor egy formáció egy kicsit hullámvölgybe kerül, akkor muszáj sajnos valami felé nézni az embernek, hogy miből tudja magát fenntartani. Ez sajnos ez minden zenész, világsztárok kerülnek Amerikában olyan hullámvölgybe, hogy mással kell foglalkozni. Igen. Ez egy természetes dolog sajnos, ez a mi szakmánkkal együtt jár. De aztán, hál' Isten, aztán újra azért felvitte az élet a mininek a népszerűségét, és akkor megint ugye együtt gyakorlatilag tudtatok játszani. Igen, hát akkor úgy volt, hogy Ádámnak volt a 50-es születésnapi koncertje a Pecsába, és akkor engem meghívott. Mindegyikre meghívott különben, amikor nem is játszottunk együtt, mert azért mi jóba voltunk végig, tehát nem úgy váltunk el, hogy valami nem stimmelt, vagy haraggal. Ilyenről szó se volt soha. Csak hát mindenki tudomásul vette azt, hogy meg kell élni. És akkor meghívott engem az 50-es születésnapi koncertjára a Pecsába, és akkor utána megint mondta, hogy hát jó lenne, hogyha újra együtt játszanánk. Hát, és az az igazság, hogy nagyon sokat gondolkoztam rajta, mert ugye én kihagytam 8-9 évet. Szóval nagyon sokat, hogy lesz a visszatérés, meg stb. És hát a végül aztán a szívem azt mondta, hogy hát jó, próbáljuk meg. Hát meg egy ilyen jó zenésznek, mint te játszani kell, tehát itt nincs mese. Hát ha még így is hozta az élet, hogy mondjuk 8-9 évig mással foglalkoztál, hát ahhoz te túl jó zongorista voltál, hogy így maradjon a dolog. Mert ahányszor hallottalak így Ádámmal is, ahogy te Fender zongorázol, annak színpadon kell szólni. Szóval ott nincs mese. Hát köszönöm szépen, hogy így látod. Szóval, de nekem voltak szóval, hogy mondjam, kételjeim magammal szembe abba az időbe. Mert bár nem hagytam abba a játékot, mert én voltam kint a bátyámnál is Svédországban, ott is játszottam a Jancsival. Aztán szóval nem abba, csak azért úgy éreztem, hogy ez az idő azért ez nagyon sok. Szóval sok ez a kihagyás, hogy intenzíven játszani, mert szóval visszajöjjenek azok a dolgok, meg az egész, ami előtte volt. De hát aztán szerencsére egy idő után ezt valahogy megoldotta a dolog. Igen, ma már mindenki szintetizátorral váltja ki a Fender zongorát, mert ugye arról el kell mondani, hogy ez egy borzasztóan nehéz hangszer súlyra is, nem csak játszani rajta, súlyra, mert ugye abban a kis fém lapocskák vannak, amiket megüt a billentyű, és mindegyiknél van egy pick-up, ami minden egyes kis fémlapnál. Igen. Tehát ez egy akusztikus hangszer tulajdonképpen, de hát rengeteg pick-uptól ugye minden egyes billentyűnél és kis hanglapocskát, ugye ennek van egy súlya. Van olyan egyébként, hogy még igazi Fender zongorán játszol, vagy ma már sajnos felülírja a pakolási szempont? Igen, sajnos felülírja az, hogy ugye a szállítás, mert 50 kiló a Fender zongora. Borzalmas nehéz. De szerencsére nekem itthon fel van állítva nekem a Fender zongorám, és én itthon játszok rajta. Jó, de jó. Hát ez nagyon klassz, ez nagyon-nagyon... Úgyhogy így tudom a kettőt. De hogy mondjam, visszatérve az előtt, szóval hiába vannak ezek az új hangszerek, a Fendert nem lehet utánozni. Nem, azt nem. Nem, mert ahogy billentesz, ahogy megütöd, annak mindig más hangja van. Így van. Szóval az nem egy olyan, mint egy elektromos zongora, ami pár a mostani kalapácsmechanikások már elég jók, szóval azokon már lehet úgy játszani, mint... De nem adja azt a hangszint, amit a Fender zongora.
Most Német Kári és Török Ádám Fekete Gép című kompozíciát hallhatják, mini együttes Vissza a városba című albumáról. A felvételen Török Ádám énekel fuvolázik, Német Károly játszik billentyűs hangszereken, Német Alajos basszusgitározik és Balogh Jenő dobol. Thank you.
A mai Jazz Panorámában a kiváló zongoristával Németh Károllyal beszélgetek. Mostanában ugye ezért újra dübörög a zenekar, a Mini, újra sokszor lehet benneteket hallani. Játszotok sokat, ha jól tudom, és hogy nagy tervek is vannak a Minivel. Hát igen, igen, most azért most összejönnek a dolgok, most voltak egy pár nagyon jó koncertek. Sajnos volt egy-két tagcsere, ami mondjuk szükséges volt, de most talán úgy néz ki, hogy ez egy ilyen stabilabb állapot, és ahogy amennyit tudunk, játszunk. Na most azt hozzá kell tennem, hogy az Ádámnak egy évvel ezelőtt volt egy betegsége. Igen, igen, szegénynek. És ugye hát nagyon nehezen jön ki belőle, szerencsére most már egész jól van, most már azért állni, tud állni, a hangja is visszajött neki, úgyhogy hát reménykedünk, hogy a legjobb állapotban lesz, mert ugye nyáron vannak egy jó pár koncertünk. Olyan elképzelésed esetleg volt vagy van, hogy valami saját formációt, emellett természetesen nyilvánvalóan a Mini ez egy ilyen főcsapás az életedben, de hogy emellett esetleg egy saját formációt csinálni? Hát megmondom őszintén, hogy ezt jó páran feltették nekem ezt a kérdést. Hát nem csodálom, hogy egy jó zenésztől nyilván megkérdezi az ember, hogy van-e saját. És tulajdonképpen ez a pandémia alatt én neki is láttam ennek a előkészületéhez, és úgy gondoltam, hogy mert tulajdonképpen majdnem, hogy az anyagom kész van. Hogy talán ebnek az év végén, vagy a jövő év elején maximum csinálni egy hanghordozót belőle, és akkor meglátom, hogy kikkel, vagy hogy tudom ezt megvalósítani. Hát nagyon kíváncsian várjuk ezt, és azonnal mutatjuk be, hogy elkészül. Egy picit beavatsz ebbe a dologba, hogy mégis milyen zsánerű, milyen jellegű zene ez, amit elképzelhetünk? Hát kérlek szépen, szóval ebben már vannak, tehát a mai zenéből is vannak bizonyos parafrázisok, tehát olyan dolgok, amiket beletettem, de tulajdonképpen ez azért én nekem megvan a saját stílusom, hogy úgy mondjam, és én még mindig abban a hiszek, hogy egy jó instrumentális darab az jó tud lenni. Tehát az inkább ezek ilyen instrumentális dolgokat, de van például 2-3 olyan, amire úgy gondolom, hogy lehetne szöveget is írni. Hát nagyon sok sikert kívánok ehhez, és minden máshoz, amit csinálsz, és nagyon szépen köszönöm, hogy rám szántad ezt az időt. Én köszönöm a megkeresést, és üdvözlöm a rádió hallgatókat, akik ezt hallgatják, és neked meg nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltál rám. Most Németh Károly Körbe-körbe című kompozícióját hallhatják a Mini együttes Vissza a városba című lemezéről. We'll be right back.
Mai Jazz Panorama első részében a nagyszerű zongoristával Németh Károllyal hallottak beszélgetést. A hírek után a mai műsor második felében egy fantasztikus muzsikussal fogunk visszaemlékezni, Orczácki Jacky Miklósra, aki pár nappal ezelőtt, május 8-án ünnepelte volna 74. születésnapját. Sajnos a 60 évet sem érte meg. 1948. május 8-án született, és 2008. február 3-án hunyt el. Itt Magyarországon a Sirius és a Rákfogó együttes frontembere volt, talán a 70-es évek közepén elment Ausztráliába, ahol szintén legendás muzsikussá vált. Szerencsére életemben többször készítettem vele interjút, sőt muzsikálhattam is vele, hál' Isten, jó párszor. Most rá egy vele 2006-ban készült interjúval fogunk emlékezni. A mai Jazz Panorama első részének végén Németh Károly Jaguárok, Kolibrik és Amazonok című kompozíciát hallhatják a Mini együttes Dzsungel című albumáról. A felvételen Török Ádám fuvolázik, Kunu László gitározik, basszusgitározik és ütőhangszereken játszik, Lakatos László dobol, Németh Károly testvére Németh János szaxofonozik, és természetesen Németh Károly játszik billentyűs hangszereken.
Jazz Panoráma. Rádió Dix 100.3.